Licsértessék a Jézus Krisztus, Csodálatos ez a hét, túl vagyunk Virágvasárnapon, Hogy pontosan mi is történt a Virágvasárnapot követő napokban, nem tudjuk. Hétfő, kedd, szerda, a feszült várakozás ideje. Várakozik talán Pilátus is. Jó lenne már látni ezt a Jézust, akit ilyen nagy ovációval fogadtak, nem csak tanítványai, de a Szentvárosban lakó Jerusálemiek is vasárnap. Micsoda öröm újongás volt. A várakozik Kaifás is, hisz nem érti, ki lehet ez, aki most szamár háton jön ide, és ugyanakkor, bár ez a legnagyobb alázatosságra val, azt mondják róla, hogy a zsidó királya. Mit hoznak a soron következő napok? Ez van benne a levegőben, így mondhatom, szegény apostolok is úgy néznek a jövőbe, hogy nem tudják, mi vár rájuk. Nos, mit is hír a szerdai nappal kapcsolatban, legalábbis az idén, az evangélium. Hallgassuk meg nagy szerda történetét, a Máté 26, 14, 25 -öt. Egy a tizenkettő közül a karióti júdás, Elment a főpapokhoz, és így szólt: Mit adtok nekem, ha kiszolgáltatom nektek őt? Azok harminc ezüstöt fizettek neki. Attól fogva csak a kedvező alkalmat kereste, hogy kiszolgáltassa őt nekik. A kovásztalan kenyér első napján a tanítványok ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz: Hol készítsük el számodra a húsvéti vacsorát? ő így felelt, menjetek a városba egy bizonyos emberhez, és mondjátok neki, a mester üzeni, közel az időm, nálad tartom tanítványaimmal a husvéti vacsorát. A tanítványok úgy tettek, amint Jézus meghagyta nekik, és el is készítették a husvéti vacsorát. Amikor beesteledett, asztalhoz telepedett tizenkét tanítványával, Étkezés közben megszólalt: Bizony mondom nektek, egyiketek elárul engem. Erre igen elszomorodtak, és sorra kérdezgették: Csak nem én vagyok, uram? Ő így válaszolt: Aki most velem együtt a tálba nyúl, az árul el engem. Az emberfia ugyan elhagyja a világot, amint írva van róla, de jaj, annak az embernek, aki elárulja az ember fiát. Jobb lett volna neki, ha meg sem született volna. Ezek az evangélium igéi. Nos, kedves jó testvérek, ahogy mondom, ez a várakozás feszültséggel teli várakozás jellemzi a nagy hét első napjait. Ezt próbálja anyaszent Egyházunk is, úgymond visszajátszva az eredeti történetet, megtestesíteni, megvalósítani templomainkban. Vannak ugyan szentmisék, még a nagyböjt utolsó hétköznapi szentmiséi, de már ott van a levegőben nagy csütörtök története. És teszem fel, ezen a napon, a csütörtöket megelőző napon láttatja velünk Júdást, egyházunk. Nincsenek az oltáron, a templomban valamiféle megtestesítője, itt mi, akik ott ülünk a padban, ott állunk az oltárnál, kell, hogy átérezzük. Egy közülünk elárulja őt. Vagy egy kicsit jobb szándékkal mondva, nem vagyunk minnyájan, és főleg mindig tökéletesek. Udvardi Erzsébet Badacsön Tomai oltárképe az utolsó vacsorát mutatja be. Ez a fényekkel, aranyjal, ezüsttel, művészi módon és mély hittel játszani tudó művész, 12 mécsest helyez el az utolsó vacsora asztalánál. Mint ha csak ők tették volna oda. Zebedeus fiai, Tamás, Péter és a többiek, de egy a tizenkettő közül csak kormos füstöt ereszt, és nem fényt. Óhatatlan, oh, hogy ne éreznénk, ez a mécses, udvardi elsébet elképzelése szerint Júdást akarja eszünkbe juttatni. A kialudt lángot. Mert valahol elkezdett Júdás lelkében pislogni. Az a láng, amelyet pedig talán ugyanazzal a lelkesedéssel gyújtott meg Jézus, az ő szívében, amikor őt is meghívta apostolai közé, és apostol társaihoz hasonló lelkesedéssel viselte sokáig. Táplálta, óvta, hogy ki ne aludjon, talán közel három éven keresztül. És mégis valahol, valahol megcsuklott ez a szerencsétlen júdás. Rábízták a pénzt, és nem tudott mit kezdeni ezzel a kísértéssel? Nem kapott semmi elismerést Jézustól? Talán nem veregette meg a vállát? Nem mondta neki, hogy látom, szakadt már a sarud, vegyél egy újat, ki tudom fizetni. Sok-sok hasonló történet, amelyben tehát mi Júdás nyomában járunk, talán szakadt saruval, mert ránk férne emberi számítások szerint, hogy valamit kapjunk kereszténységünkért, áldozatainkért, amelyeket meghozunk a Jézushoz tartozásunkért. És mégsem érzékeljük igazán, hogy Jézus legalább annyira szeret bennünket, mint a másikat, a harmadikat, akinek pedig tellett erre-arra, talán nagyobb elismerésben van része. Talán jobban megizleli, hogy szeretik őt. Ez a szerencsétlen júdás valahogy így kezd megkopni az ő szeretetével, viszont szeretetével Jézus iránt. Pedig szereti őt Jézus. Éppen ezért a júdás misztérium megengedi azt az elképzelést, hogy talán még az üdvösségben is lett része valamikor Júdásnak. Bár tudjuk, nem csak azt a bűnt követte el, hogy elárulta Jézust, ez alatt azt kell érteni, hogy megmondta a főpapnak rajta keresztül a katonáknak, hogy hol és mikor lehet úgy letartóztatni, hogy ne legyenek mellette esetleg olyan sokan, hogy azok meg tudnák akadályozni ezt a letartóztatást. Az olajfák egyén a Getsemani kertben éppen csak a 11 Júdás már nincs ott, ő később érkezik oda, csak a 11 apostol van ott. Ezt a szituációt árulja tehát el Júdás, az iskarióti, a főpapnak, amiért megkapja a 30 ezüstöt. És ezt a szituációt akarja, hogy eszünkbe jusson Anya Egyházunk. Eladta, elárulta és eladta Jézust. Az a környezet pedig, és ez nagyon fontos, kötelezte volna őt arra, hogy valahogy megőrizze azt a lángot, ne engedje kialudni szívében, amelyet jelképez az említett tomaik is, Mécses, ott az oltárképen. Igen, a környezet, a közösség. Kétszer is hangsúlyozza Jézus, hogy aki őt elárulja, a 12 közül való. Ezért nagyobb a bűne, mintha valaki olyan árulta volna el, aki csak úgy meghallotta volna, hogy az a szándéka Jézusnak, hogy a vacsora után a kertbe megy. Egy a tizenkettő közül. Egy olyan, akivel ő együtt étkezik most is, és már ki tudja hányszor. Itt visszapörgethetnénk a, a három év csodálatos történeteit, például éppen a kenyér és halszaporítás csúcspontját, amikor több ezren, és köztük Júdás, az iskarióti Júdás is együtt eszik Jézussal, de ami a lényeg, együtt Péterrel, Jakabbal, Tamással, Fülöppel, Bertalannal. És ez az együttlét kötelezi őt, hogy tartson ki. És ő mégsem tart ki. De nem csak ez a bűne, ahogy az előbb már elkezdtem ezt a hosszú mondatot farigcsálni, hanem az, hogy utána nem bízik Jézus irgalmában, bűnbocsánatában, és szerencsétlen felakasztja magát. Ez legalább akkora bűn, nem bízni az irgalmas Jézusba. Nem véletlen a húsvétot követő vasárnapunk az irgalmasság vasárnapja. Az irgalmas Jézus ünneplése. De ha a környezetről beszéltem, mondván, hogy ebből a 12-ből került ki az áruló, és nem egy félig idegen vagy egészen idegen személy az, aki a főpapok kezére adja Jézust, egy kicsit azért merjünk el gondolkodni azon is, hogy most mi vagyunk, nem csak a potenciális júdások, akik esetleg nem bírják ki, és egy-egy helyzetben Megtagadjuk, eláruljuk Jézust, hanem mi vagyunk a környezet, mi vagyunk a többiek is, a köztünk élő Júdást, vagy Júdás sorsára jutható szemét vesszük körül. Például egy családon belül. Azt mondják, minden családban van egy fekete bárány, valaki, akire úgy nézünk, hogy inkább a negatív dolgok jutnak eszünkbe rögtön, és nem a pozitívok. Mert mindenkiben van. Negatív is, mindenkiben van. Pozitív is. De hát te vagy ott mellette. Amellett a most néhány durva dolgot mondok. Házasságtörésben élő gyereked mellett. Ha nem is egyfedél alatt élsz vele, de mégiscsak te vagy az anyja, te vagy az édesapja és ha ő sajnos egy kicsit Júdás sorsa felé halad, akkor ezért te is felelős vagy. Befogad a csőrödet? Nem mersz megszólalni? Úgy gondolod, jobban kell szeretned őt, mint hogy, mint hogy kimerd mondani, szerinted nem jó úton jár? Vagy, hát te vagy a környezete annak az alkoholista férjednek, te állsz hozzá legközelebb? Vagyon, vajon mennyi szeretet van benned? Teljesen jogos úgy érzed, hogy már ne szeresd őt? Ha így és így él, netán meg is üt téged? Netán tényleg szörnyű módon viselkedik nap, mint nap, vagy hétről hétre? Szóval mi vagyunk a környezet? Vajon észrevesszük-e egyáltalán, hogy van a környezetünkben egy közeli múltban történt tragédia miatt, jut ez eszembe egy úgynevezett emós fiatal, akik a hajukat furcsán beállítják, feketébe öltöznek, lehorgasztott orral és életuntsággal élik az életüket, kábítják magukat ilyen-olyan szörnyű módon, és aztán egyszer csak netán még egy tragédia is bekövetkezik vele. Ott van mellettünk, ott van közöttünk az ilyen és ilyen sorsra hajló természetű személy. Vagy hát ott vannak, elsősorban ez szaklasson bennünket egy kicsit, a hitetlenek. 10%-a jár a templomba a híveknek bocsánat, a lakosoknak, ott, ahol most második éve szolgálatot teljesítek. És ennek mennyire örülni szoktunk. Így hallotta vannak idején a, a hírt is, és földi paradicsom kartal, hisz hát valóban a 6000 emberből legalábbis közel 600 rendszeresen jár templomba. Tehát milyen fura, ha a júdást veszem egyet a 12 közül, itt egy ilyen közösségben tíz igaz mellett van 90 júdás, akik pedig, mint júdás, abban a három évben mennyit kaptak már Jézustól. Isten gyermekei lettek a keresztség szentségében. Első áldozok voltak, szentgyónást tudnak végezni, mégpedig csodálatosan gyermekkorukban. Bérmálkoznak szentségi házasságot kötnek, ha kötnek. De egyre inkább megvalósul bennük a júdás szituáció. Már úgy káromkodnak, mintha nem lennének Isten gyermekei. Már nyugodtan otthon maradnak, hiába hívja őket a harangszó. Már ott hagyják házastársaikat, törvénytelenként kereszteltetik a gyereküket, ha megkereszteltetik és folytathatnánk a sort. Lám nem is biztos, hogy egy a tizenkettő közül. Mai világunkban néha tíz, tizenegy a tizenkettő közül Júdás sorsára jut, ha te nem lépsz melléje. Összekulcsolva a kezedet, és imádkozva érte, áldozatot hozva, önmegtagadást gyakorolva, bőtölve érte, templomba menve és odaülve, ahol ő kellene, hogy üljön. Hát, éljük át ezt a, ezt a Júdás szituációt. Ne csak ismerve a, az iskarióti történetét, hanem észrevéve, hogy az utolsó vacsorával kezdve a mai vacsoránkig, profán étkezéseinkben és szakrális étkezéseinkben egyaránt, Hol mi vagyunk egy kicsit júdások, hol mi kellene, hogy gondoskodjunk arról, hogy a júdások, vagy a júdásság felé haladók álljanak meg, és ne folytassák azt az életet, ami oda vezet, ahova vezetett az iskarióti élete. Testi, de ezt megelőzően lelki halál. Köszönöm a figyelmet, és imádkozzunk egymásért. Licsértessék a Jézus Krisztus!